Magyarul, megértem, hogy szeretnél rámutatni arra, hogy azok is felelősek lehetnek, akik az adott országokban és kormányokban hatalmon tartják azokat, akik korábban hódítóan vagy erőszakosan viselkedtek. Valóban, a hatalmon lévő vezetők és politikai elit felelősséget viselnek a döntéseikért és a politikájukért. A demokratikus országokban általában a választók dönthetnek arról, hogy kik legyenek a kormányban, és ezáltal befolyásolhatják a politikai irányvonalat és prioritásokat. Az embereknek a szavazás során lehetőségük van arra, hogy kifejezzék a véleményüket, és válasszanak például olyan politikusokat, akik az emberi jogok tiszteletben tartása és a béke előmozdítása mellett állnak. Ez azonban nem minden esetben egyszerű, és vannak olyan országok és rendszerek, ahol a politikai erők korlátozzák a választók vagy a polgárok szabadságát és befolyását. Autoriter rendszerekben vagy diktatorikus államokban a hatalmon lévők gyakran megnehezítik vagy ellehetetlenítik a politikai ellenzéket, az ellenzéki vezetők vagy a független média működését, és ezzel korlátozzák a demokratikus folyamatokat. Fontos tehát, hogy a polgárok megfelelően tájékozódjanak és kritikusan gondolkodjanak az adott ország politikai helyzetéről, és aktívan részt vegyenek a közügyekben. A nyilvánosságban fellelhető információk megismerése és értékelése segíthet abban, hogy a választók tudatosan alkossanak véleményt és szavazzanak azokra a politikusokra, akik támogatják az emberi jogokat és a béke előmozdítását. Angolul I understand that you want to point out that who hold power in the respective countries and governments are also responsible for the actions of the former conquerors. Indeed, the leaders and political elites in power are responsible for their decisions and policies. In democratic countries, voters generally have the ability to decide who should be in government, thereby influencing the political direction and priorities. People have the opportunity to express their opinions through voting and choose politicians. For example, those who stand for respecting human rights and promoting peace. However, this is not always tried forward, and there are countries and systems where political forces restrict the freedom and influence of voters or citizens. In autoritaria regimes or dictatorial states, to power of ten hinder or make it impossible for the political opposition, opposition leaders, or independent media to function, to limiting democratic processes. Terefore, it is important for citizens to be well informed and about the political situation in their country and actively participate in public affairs. Familiarizing themselves with and evaluating the information available in the public domain can help voters form opinions consciously and vote for politicians who support human rights and the promotion of peace. I hope this clarifies your son. If you need further assistance or have any more questions, inherit your help.